A stúdióban köszöntöm Gyirtelek polgármesterét, Szekeres Józsefet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Minden önkormányzatnak megvan a maga fejlesztési terve a következő ciklusra, és Gyirtelek is elkészítette az év elején, ezt a képviselőtestület el is fogadta, milyen irányokat fogalmaztak meg, milyen pályázati lehetőségeket szeretnének megcélozni a következő ciklusban. Elsősorban amiket láttunk biztosan, azok az építmények, épületek, intézmények, amelyek már megvannak, azokat szeretnénk sokkal olcsóbbá tenni. Ezt úgy képzeltük el, hogy szigetelés útján vagy bármilyen más fejlesztéssel, amivel sokkal könnyebben fenntartható, és ezzel tehermentesítenénk az önkormányzat költségvetését. Illetve vannak olyan új projektek, amelyeket most találunk ki, illetve most tesszük le ezeknek az alapjait. Vannak olyan épületeink, amelyeket szeretnénk felújítani, ezek talán beleférnek olyan pályázatokba, amelyek nem csak jelenleg működő épületekre vonatkoznak, hanem muzeális jellegű épületekre is. Ugye ez egy 7 éves ciklus, ez az Európai Uniós ciklus, tehát ez egy hosszú távú tervezés, lehet azt mondani. Nagyon sok polgármesterrel beszélgetünk itt ebben a műsorban, és igazából csak a közeljövőről szoktak beszélni, azokról a fejlesztésekről, amit a következő 1-2 évben láthatóan meg is tud valósítani egy-egy település. Azt viszont el szokták mondani, hogy azok a nagy fejlesztési irányok, amelyek egyébként most a következő uniós ciklusban jellemzőek, azaz a helyi vállalkozások megerősítése egy-egy településen, a gazdaság fejlesztés, illetve a munkahely teremtés, az közeli prioritás. Nyírtelek városában hogyan lehet, vagy hogyan tudja az önkormányzat a saját eszközeivel a következő időszakban segíteni a helyi vállalkozásokat, munkahelyteremtő beruházásokat? Ezeket már amikor októberben elkezdődött a munka, akkor közösen gondolkodtunk, és egy ilyen vállalkozói fórumot szerveztünk, amely nem csak egy alkalomra terjedt ki, hanem egymás után többször leültünk a vállalkozókkal, és átbeszéltük azt, hogy hogy tudnánk egymásnak segítőkezet nyújtani. Végül is megtaláltuk a közös kapcsolódási pontot. A város összes beszállítója, legalábbis akik valamilyen olyan eszközt, olyan szerkezetet, olyan bármilyen anyagot tudnak nekünk behozni, amit nyírtelken meg tudnak termelni, vagy elő tudnak állítani, vagy össze tudnak rakni, azt csak nyírtelki vállalkozóktól, illetve nyírtelki cégektől szerezzük be. Ezzel igyekszünk őket minden inkább megerősíteni. Csak olyan esetekben fordulunk külső cégekhez, amikor azt helyi nyírtelki vállalkozó nem tudja megoldani. Nem csak így segítjük őket, hanem a pályázatok megírásánál, a pályázatok elkészítésénél is vannak munkatársaink, akik, hogyha a vállalkozók megkeresik őket, akkor segítünk ezeket bevinni a célig. Igen, ez egy általános jelenség volt, hogy a kis és közepes vállalkozások a kisebb városokban, településeken az előző uniós ciklusban nem tudtak minden KKV-knak szóló pályázati lehetőséget jól kihasználni, és ez egy következő, azt kell mondjam szintén, hogy prioritás lesz, hogy a helyi vállalkozásokat helyzetbe hozni, és a pályázatokon aktívabbak legyenek, és jobban szerepelhessenek, akár az önkormányzatok is, vagy más szervezetek is segíteni fogják, segíteni tudják a jövőben. Az nagyon fontos, hogy helyben milyen munkalehetőségeket kapnak a lakosok, az emberek, Nyírtelek városban milyen munkalehetőségek vannak. Azt tudjuk, hogy van egy kisebb ipari park, ahol működnek cégek, ott dolgoznak emberek. Azt is tudjuk, hogy Nyíregyháza nagyon közel van, tehát nagyon sok munkahely felszívja a városlakókat, lehet ezt mondani. De mit tud az önkormányzat kínálni, természetesen a közfoglalkoztatáson kívül? A közfoglalkoztatáson kívül igazából az önkormányzatnak csak az önkormányzati intézményei vannak, amelyekben munkát tud biztosítani, illetve az iskola is, ami félig meddig ugye önkormányzati fenntartásban áll. Viszont van az önkormányzatnak egy saját non-profit KFT-je, amely nagyon-nagyon sok feladatot ellát, itt tudunk még munkát biztosítani az embereknek, de nyilván nagyon fontos számunkra, hogy ez az ipari terület, amely Nyíregyháza és Nyírtelek között helyezkedik el. Nagyon jó helyzetbe fog kerülni azáltal, hogyha az elkerülő megépül, sokkal könnyebb lesz a bejárás, sokkal könnyebb lesz ennek a megközelítése és megközelíthetősége. Ez szerintem az ipari területnek az értékét sokkal inkább meg fogja emelni. De egyébként nem csak azon a részen, hanem mondjuk a görögszállási részen is van nekünk egy elég jól működő cégünk, egy, mondhatom a nevét, egy ISV, amely terménytakarmányozással foglalkozik. Ott is a külterületeknek a munkaerőigényét nagyban ki tudja elégíteni.
Nyilvánvalóan minden önkormányzatnak fontos az, hogy a következő időszakban az alapszolgáltatásokat, amit az önkormányzatnak az intézményrendszerén keresztül nyújtania kell a helyi lakosoknak, azt a színvonalasra, vagy még színvonalasabbra emelje. Óvodája van a városnak, illetve a környező kisebb településeken is található óvoda, szociális gondozó, vagy a szociális szolgáltató központot is működtetnek. Milyen egyéb intézmények működnek még Nyírtáken, illetve a környéken, hiszen a településnek sajátos a helyzete, több szétszórt tanya is kapcsolódik hozzá, és nagyon fontos az, hogy ezek az intézmények, vagy ezeket az intézményeket hogyan lehet fejleszteni, korszerűsíteni a jövőben. Akár a programjaikra is gondolok. Nem csak a programjainkra érdemes itt gondolni, először is elkezdtük magukat az intézményeket végignézni, nem csak óvoda, hanem már bölcső, de általános iskola is van. Az első lépés az óvoda volt, Belegrádon van egy kisebb óvoda, egy tagóvoda, amelynek megújult az épülete, egy csoportszobával bővült, illetve volt ott egy tornaszoba, ami igazából nagyon rossz állapotban volt. Ezt mi teljesen megújítottuk, sportpadlót kapott, elég nagy méretület, illetve az udvart rendbe raktuk, tehát a külterületeknek ott lett egy viszonylagosan jó óvodája, aztán haladunk be, a benti óvodát is szeretnénk egy ilyen pályázatból megújítani, most a konyha felújításra van kiírva egy ilyen pályázat, azt igyekszünk megragadni, de természetesen az iskolákat sem hanyagoljuk el, és ennek következtében egy keopos pályázaton 150 millió úgy néz ki, hogy a rendelkezésünkre fog állni, azért, hogy nyílászárókat, a szigetelését, a lapos tetők szigetelését megoldjuk. Ez nekünk elegendő lesz mind a két iskola megújítására, illetve energetikailag mind a két iskolát sokkal jobb állapotba fogjuk tudni tenni. Sőt, az egyik iskolának az udvarán reményeim szerint még a nyáron egy műfüves pálya meg fog épülni. Az tudva lévő, hogy a 2007-2013-as időszakból még vannak benne ragadt források, és hogy ezekre ebben az időszakban lehet vagy lehetett pályázni. Nyírtelek, ha jól tudom, a külterületi kerékpárút, ez az egyik legfontosabb ilyen projekt, amit szeretne majd pályázati pénzből megvalósítani, illetve a tanyabusz pályázaton szerepelt sikerrel? Nem tudom még, hogy sikerrel, de én azt gondolom, hogy igen. Minden lehetőséget igyekszünk megragadni, ez a kerékpárút is egy ilyen lehetőség számunkra. Minden engedélyes tervünk megvan hozzá, minden feltételnek megfelelünk, mihez is megtörténik a kiírás, vagy mihez is megtörténik ennek az a lehetősége, hogy beadhatjuk, mi biztosan be fogjuk. Milyen szakaszon jelenne meg ez a kerékpárút? Mivel külterületi, Nyírtelek egyik végétől a 30-as kilométer kőtől Gyulatanya irányába lenne egy szakasz, illetve lehetőség van rá, hogy a Nyíregyháza irányába is körülbelül egy ilyen 2 kilométernyi szakasz, az pedig a 32-es kilométer kőtől épülhetne, hogyha erre lesz kiírás. Milyen költségeket jelentene ez körülbelül, hogyha ilyen előzetes tervek már voltak? Hát 150 millió környékén lenne az egyik is, és a másik is, tehát az alatt maradna mind a kettő. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.